Sziasztok! Várok ide mindenkit, próbálom ezt kicsit kiegyenesíteni. Bénázgatok itt egy picit. Várom, hogy gyertek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Nincs időm olvasni kihívás online könyvklubjában, már hatan néztek, most már 13-an, sziasztok! Ezen a vasárnapi késői órán azért gyűlünk össze. Hello Csaba, te voltál az első kommentelő. Azért gyűltünk össze, hogy beszélgessünk a kis hercegről, amit éppen most levettem a polcomról egy pár kiadásban, de azt hiszem, hogy a többség magyarul olvasta, úgyhogy a kis hercegről fogunk beszélgetni. Ugye nincs időm olvasni kihívásban minden hónapban egy konkrét témát mondok, illetve egy témát mondok, amiben olvashattok egy könyvet, amit szeretnétek, de mondok most már egy konkrét könyvet is, akinek van kedve, az velem olvassa, olvashatja. Sziasztok, sziasztok! Hello! És ez ebben a hónapban a kis herceg volt, ami számomra egy nagyon fontos olvasmány, és ahol csak tudom, hangsúlyozom, hogy ez nem egy gyerekkönyv, majd erről is beszélgetünk a folytatásban, úgyhogy ezért szerettem volna, hogyha közösen is elolvassuk ezt a könyvet. Lehet, hogy tehetném egy-két könyvre. Bocsánat, egy picit lehet, hogy bénázok még, mert fölteszem a... Ebből van kettő. Fölteszem még az állványt egy a magasabbra, mert nagyon lent van. Így már is jobb, egy fokkal. Szóval a kis hercegről fogunk beszélgetni. Én egy csomó mindent összegyűjtöttem, érdekességeket. Ugyan végig nem tudtam olvasni, mert egész komoly projektre készülök, amiről még túl sokat nem beszéltek nektek, de ezért elég sokat kell olvasnom, majd nem sokára elmondom miért. De azért igyekeztem bele-bele olvasgatni ebbe a könyvbe, amit évekkel ezelőtt már elkezdtem, és látszik is a posztitekből valameddig eljutottam a kis herceg igaz történetéről. És azért ebben van egy-két olyan kis apróság, meg érdekesség a háttérről, hogy hogyan született Exupéry tollából ez a mű, ez a csodálatos mű, hogy majd néhány dolgot kijegyzeteltem nektek, és elmondok, megosztok veletek. Ugye kíváncsi vagyok, hogy tetszett nektek a kis herceg. Egyáltalán ki az, aki először olvasta, vagy ki az, aki gyerekkorában olvasta, nem tetszett neki, de most úgy döntött, hogy a nioknak köszönhetően belevág, és megpróbálja felnőttként elolvasni. Írjatok, hogy mi volt az első benyomás. Ugye francia havunk van, 2020 első témája januárban egy francia mű, amit ugye lehet úgy értelmezni, hogy a szerző is lehet francia, a címben is lehet valami francia, vagy játszott Franciaországban. Ugye korábban volt már ilyen témánk Oroszországgal, vagy az oroszokkal kapcsolatban, hogy valamit kellett olvasni, ami orosz. Na most ugyanezen indultunk el, és most valamit kell olvasni, ami francia. Még ugye jövő héten is lesz egy pár napotok, majd a kibeszélő végén, bár nem gyűjtöttem össze, de lehetséges, hogy egy-két művet, ami szerintem francia is jó, érdemes elolvasni. Írjátok pár, ami pocketben olvastátok, és írjátok, hogy már sokszor olvastátok. Valaki először olvasta, na ennek örülök a legjobban. Ha közben írjátok, hogy miket olvastatok a hónapban, Csaba írja, hogy Műszót és Anagavádát olvasott. Ez egy-két címet, én eskezek fel, még eszembe jutnak a kibeszélő alatt, hogy esetleg annak, aki még nem olvasott, vagy van még egy hét, ugye majdnem, hiszen vasárnap lesz elsője, ha jól tudom, van még egy hét igazából franciát olvasni, úgyhogy... Na, és aztán mindjárt bele is kezdünk. Egy-két... Egyébként lehet, hogy mondok egy-két érdekességet, és akkor arra még jobban rá tudtok csatlakozni, de azért egy-két véleményt felolvasok. Amiket írtok, mindig tetszett, sokszor olvastam, mindig ad valami újat. Igen, azt gondolom, hogy amúgy háromféle típus van. Az egyik az, aki gyerekkorában olvasta, utálta, és aztán felnőttként megtalálja, és rájön, hogy ez mekkora mestermű, és hogy talán ő érti legjobban azt, hogy ez nem gyerekeknek készült mű. Van az, aki mindig is szerette, mert már talán korán megértette, vagy lehet, hogy nem tudom, 8 évesen nyomták a kezébe, ami szerintem óriási hiba. Meg van az, aki szerintem így nem is biztos, hogy most is egyáltalán valamennyire is rá tud csatlakozni, mert lehet, hogy már csak elcsépeltnek érzi. Azért olvasgattam véleményeket is, moly.hu, most így a tegnap este, amikor hangolódtam. Egyrészt volt egy nagyon-nagyon-nagyon jó élményem, mert a kis herceg molyos adatbázisában, adatlapján pontosabban, azért gondoljátok, hogy ez mióta fönt van, 1000 éve regisztrálták szerintem ezt a könyvet is,
kb. A második vagy a harmadik legmagasabban értékelt komment között találtam egy nagyon jó írást a kis hercegről, és ő a végét azzal zárja, hogy a Nioknak köszönhetően olvasta el a hónapban, és egyébként soha nem olvasta volna el, vagy újra, ezt már nem tudom pontosan, de nagyon nagy élmény volt, hogy így a Moly.hu-n a semmiből rábukkantam így a Niokra, így kiszúrta a szemem, úgyhogy írtam is neki, hogy örülök, hogy ennek köszönhetően olvasta, úgyhogy sok olyan visszajelzést kaptam, hogy ez egy kiváló évindító könyv volt. Bevallom most nektek, hogy a Tajtékos napok volt a másik, Boris Vian-tól, viszont teljesen prózai az oka, hogy miért nem az lett. Nem találtam meg itthon, kiderült, hogy kölcsön adtam valakinek, és azóta már tudom is, hogy kinek, sőt azt is, hogy nem kölcsön, hanem örökbe adtam egy jó barátomnak, aki Mexikóban él, és mondtam neki, hogy olvass el, és vigyel, és én majd megveszem újra magamnak. Hát ez elmaradt így az elmúlt két évben, úgyhogy mivel nem volt meg Boris Vian-tól a Tajtékos napok itthon, majd pótlom, megveszem, és amúgy újra is akarom majd olvasni, ezért döntöttem a kis herceg mellett, de most már úgy érzem, hogy nem történnek véletlen a dolgok, és ez volt a legjobb választás a kis herceg 2020 első olvasmányának. És amúgy még egy dolog, képzétek el, jöttem haza az RTL-ből, egyébként ezek a vasárnap esték azért szörnyűek, mert én mindig a híradóból jövök, egyébként halálosan fáradtan, mert azért sokat kivesz egy élőadás, és mindig ilyenkor próbálok veletek nagyon szellemesen beszélgetni, és jókat mondani a könyvről, úgyhogy mindig szégyellem magam, hogy ennél azért mondjuk egyel többre is képes vagyok, de igyekszem azért összeszedettem beszélni már, amennyire tőlem kitelik így este 8 felé a hét végén, ugye vasárnap este, de igen, és ezt csak azért meséltem el, mert hogy jöttem haza a híradóból, és rákerestem Spotify-on, hogy találok-e valamit, ami kis herceg, gondoltam egy podcast beszélgetésre, vagy valamire, és feldobta a decemberben megjelent Alföldi Róbert által felmondott hangos könyvet. Érthetetlen számomra, hogy ez mit keres Spotify-on, de a térde elé borulok, a lábai elé borulok annak, aki feltöltötte. Nyilvánvalóan a Spotify előfizetős, szóval gondolom, reméljük, hogy ez jogtisztán került fel. Ha nem, akkor sorry, nem én voltam. Minden esetre annyira fantasztikus élmény volt a Alföldi Róbert előadásában a kis herceget, csak ezt a pár fejezetet is meghallgatni a kocsiban hazafelé, hogy azzal hangolódtam erre a beszélgetésre, úgyhogy akinek van Spotify-ja, az egyrészt hallgassa, alapozza a 99-re podcastet, mert ugye abban tevékenykedem, akár úgy is fogalmazhatunk, hogy az enyém, másrészt pedig fönt van Alföldi Róbert előadásában a kis herceg, és hát ha valaki zseniális, akkor szerintem Alföldi Róbert, úgyhogy hallgassátok meg. Na hát rengeteget írtatok, és pont a Laura írja, hogy az Alföld is hallgatta meg, úgyhogy ezt a jó hírt gondoltam így bedobni közétek, de lehet, hogy egyébként már tudjátok sokan. Szóval én azt gondolom, és akkor vesézzük ki a fő témát, ami miatt számomra fontos ez a könyv, és ami miatt azt akartam, hogy olvassátok el, és a végén majd még rátérünk akkor érdekességekre, tematizáljuk így a mai beszélgetést. Ugye szerintem nem egy gyerekkönyv. Kíváncsiak a véleményetekre. Ugye nagyon sok iskolában ajánlják, van, ahol még kötelező is, bár tudjuk, hogy most már azért a Nemzeti Alaptanterv kapcsán a kötelezők, mint olyanok egészen máshogy vannak, de a lényeg az, hogy ezért elég sok tanár erősen ajánlja, vagy kötelezővé teszi, vagy tette korábban. Szerintem óriási hiba, mert én azt gondolom, hogy a kis herceg egyébként az önéletrajzi, az életrajzi adatok is utalnak rá, hogy Exupéry nem egy gyerekkönyvnek akarta ezt megírni. Arra kérte a kiadója, hogy írjon egy gyerekkönyvet, egy mesét, ugye ebben egy csomó minden van a kialakulásáról, majd részletesen is mesélek. De hogy úgy tudom egyébként, akkor most mondom inkább el, hogy hosszú évek óta küzdött azzal, hogy nem tudta megírni a nagy művét, ami a háború kiábrándulásából, meg egyáltalán ebből a depressziós volt egyébként elég rendesen abban az időszakban, meg úgy egyáltalán is. És nem tudta megírni a nagy művét, de a kiadó szerette volna, hogyha megjelenik valami tőle, hiszen azért akkoriban híres írónak számított. És egy kávézóban, egyébként fenn is maradt egy fotó, hogy Consuelóval, a feleségével, akkor New Yorkban éltek, egy kávézóban ülnek, és nagyon vidámnak tűnnek, és elvileg a legenda szerint akkor dobta be a kiadója az ötletet, a kiadó képviselője az ötletet, hogy mi lenne, ha írna egy mesét gyerekeknek. És akkor így nevetett rajta, de azt mondta, hogy miért ne jó. Akkor már régóta rajzolgatott, de hát nem vette ezt olyan túlságosan komolyan. És írt egy mesét, aminek tulajdonképpen szerintem, és úgy is tudom, hogy ez így is van talán, bár ki tudja, mi az igazság, ugye bármiben is, amiket így legendaként hallunk, azok nem biztos, hogy igazak, de hogy ő ezt nem is mesének tervezte, hanem bújtatva ott van mindenféle olyan dolog, amit a világról gondolt kiábrándultságában. És én azt gondolom, hogy a kis herceg az egy szerelmi történet, és hogy az igazán az érti meg, aki így olvassa. És hogy a hiba valahol talán ott van, és találtam egy nagyon-nagyon érdekes cikket,
ami arról szól, hogy az első, illetve nem az elsőt, hanem azt a fordítást, mert hogy 7 magyar fordítása, bármennyire furcsa, jelent meg eddig, és ebből az első 2 jelent meg, föl is írtam magamnak 57-ben és a következő évben, és 1970-ben a Móra kiadónál született meg az a Rónai Egon féle fordítás, amit szerintem a legtöbben olvastatok és olvasunk. Ugye lejárt a kis hercegnek a joga néhány évvel ezelőtt, ezért így van, ezt is Rónai György fordította. Szóval lejárt a kis hercegnek a joga 2015-ben lejártak a kis herceg jogai, ezért föl is írtam ezt is, hogy 4-en újra fordították. Én azt gondolom, hogy ugye arra hivatkoztak, hogy azért, mert itt-ott elavultak azok a szavak, amik a kishercegben szerepelnek, ugye ez egy 1970-es fordítás, lásd, fölnőtt, felnőtt, meg nem is tudom, a bokor is valamilyen más néven, de van egy szép lista, hogy milyen szavak alakulnak át, de egyébként nagyon komoly ilyen olyan idézetek is, amik szerintem ilyen közkincsként forognak, és picit már egyébként klisévé váltak, azok is teljesen újra lettek fordítva. Na és a lényeg, hogy állítólag, mert hát a cikk ezt is írjuk, nem csak állítólag, hanem ez tényleg így van, a Rónai volt az, aki tegezte tulajdonképpen, mert ugye tegezte benne a kis herceget, illetve a kis herceg tegezte vissza ugye az elbeszélőt. És ugye mondván, hogy a gyerekek azok, akik ugye mindenkit tegeznek, és állítólag ez az ok miatt, vagy emiatt került bele a gyerekkönyv skatujába a kis herceg, mert ő tulajdonképpen Rónainak ez az egyetlen bűne a fordítás tekintetében, hogy ez az apróság is hozzájárulhatott ahhoz, hogy gyerekkönyvként tekintsenek sokan régóta a kishercegre, míg én azt gondolom, hogy egy kisgyerek az gyakorlatilag annyit tért meg belőle, hogy van egy ilyen szőke kis cuki kisfiú, meg amúgy egy róka, meg talán még valahol egy rózsa, de az igazi mondani valót én azt hiszem, hogy felnőttként tudod megérteni, és azt gondolom, hogy nem is gyerekeknek való olvasmány alapvetően. Úgyhogy ennyi. Én ezért gondolom, és egyébként egy nagyon jó véleményt is találtam erről, hogy igen, hogy leegyszerűsítve nem másról szól, mint egy szerelem tragédiájáról, és van egy annyira jó vélemény, és ez nem a saját gondolatom, nem is fogom eljátszani a sajátom, de annyira jól leírja, hogy nem is kellene jobban megfogalmaznom, nekem sem. Érdekes tanmese és édeskés tanmese arról, hogy hogyan lehetünk királyok, önimádok, üzletemberek, iszákosok, lámpagyújtogatók, földrajztudósok, vagy épp váltóőrök, a felnőttség kudarc és zsákutca. Szerelmet és barátságot keresünk, de végül mindegyikben csalódunk. És ez mind nem elég. Bármit teszünk, könyörtelenül kiüzetünk a gyerekkor paradicsomából, ráadásul ezt is egy kígyó intézi, mint a régi szép időkben. Szerintem ez annyira király vélemény, hogy az egész kis herceg mondani valója benne van, hogy tényleg mennyire egy felnőtt, kicsit megkeseredett, kicsit a gyerekkor nosztalgiája felé tekintő embernek a hozzáállása az életről. Na, mit gondoltok? Mit gondoltok erről? A Pocketet kifordította, azt mondjátok el nekem. Azt viszont nem néztem, és nem is tudom, megvan, lehet, hogy nincs is meg. Most nem megyek el a polcra a Pocketekhez. Szóval kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről, amit most elmondtam nektek, hogy a Helikon felét nézzük meg, ki fordította, bevallom ezt, de ezt nem néztem meg előre. Aha, ez már Takács M. József fordította. Na, érdekes lenne összevetni. Nem tudom, nekem a klasszikusok, ezeket már csak a gyűjtés miatt vettem meg, de én a klasszikusokat olvastam. Úgyhogy meséljetek, mit gondoltok? 27 évesen olvasta először Dia, sajnos... Eszter írja, úgy közben nagyon írtok, hogy nem értette gyerekként, most újraolvasva tanulmány az életről. Aj, de szépen megfogalmaztad, Eszter. Nagyon jó. Dúr írja, hogy szerintem nagyon elgondolkodható könyv, nekem bejött így első olvasásra, sőt, sajátot is fogok venni belőle, mert most könyvtárit olvastam, de vannak kedvenc mondataim benne, szerintem abszolút a mindennapi élet dilemmáit dolgozza fel, és tanulságos. Dóri, te ugye mondtad, hogy most olvastad először, te elkerült, vagy nem volt kötelező, de szerintem jobban jártál, hogy most olvastad először. Most lehetett egy igazi nagy olvasmányélmény, és nem nyomja el ezt az élményt egy ilyen kötelező dolog, vagy egy olyan rossz emlék, amit gyerekkorodból hozol. Rengetegszer olvastam, sosem asszociáltam a szerelemre. Na, hát figyeljetek, egyébként én azt gondolom, hogy ez totál szubjektív. Alapból könyvekről beszélni is totál szubjektív, tehát... Mindenki azt látja, amit szeretne, és pont ezért csodálatos, mert mindenkinek más jelenik meg a fejében egy-egy könyvről, más gondolat, más kép, úgyhogy ezzel nem fogunk összeveszni, de én azt gondolom, hogy leginkább egy szerelemről szól, de írjatok, hogy mit gondoltok. Bocsánat.
Nem olyan régen jártam meseterápiára, majdnem olyan, mint a biblioterápia. El tudom képzelni a kis herceget, mint egy meseterápia alapját, hol látod magad, minek látod magad. Igen, egyébként ez tényleg jó ötlet. Miért tartott hibának, a gyerekeknek olvassák? Engem az érdekelne. Én azt gondolom, hogy az feltétlen nem hiba, hogy a gyerekeknek olvassák. Inkább azt gondolom, hogy gyerekekre erőltetni hiba. Ha szerintem valaki elmagyarázza a gyereknek, hogy mit olvas, és miről van szó benne, és beszélgetnek arról, hogy mit jelent az, hogy a bolygón emberekkel találkozik, akik mind mások, a kis herceg, és hogy a kis herceg mi a szerepe, és ki lehet a rózsa, vagy mi a rózsa, meg mi a róka, akkor nincs az a gond. Sőt, egyébként szerintem a gyerekek rohadt okosak, hogyha olvasnak nekik mesét. Egyébként zárójel most voltak ezek a felvételik, és nem tudom, hallottátok-e, kolléganőm mesélte, hogy olyan szavakat nem ismernek a mai fiatalok, itt a gimisekre gondolok, akik a felvételiket írták, azok a gimibe felvételiznek, tehát általános iskolások, hogy fonal. És azt mondja a tanár, hogy azért, mert nem olvasnak nekik a szülők, és most nyilván ez nagy általánosítás, de mennyire ijesztőnek, mennyire dermesztőnek, hogy ilyen szavakat, mint fonal, meg hintó nem ismertek, vagy nem ismernek. Na mindegy, ez derült ki például ebből a tesztből, amit most a felvételére írtak az iskolások. Szóval én nem gondolom, és akkor visszacsatlakozom, nem gondolom, hogy hiba gyerekeknek olvasni, csak meg akar beszélni velük, hogy miről szólhat, vagyok, hogy értelmezik. Ehhez kapcsolódóan találtam egy nagyon durva dolgot, nem tudom igaz-e, de egyébként majd ezt a cikket érdemes elolvasnotok, amit találtam. Egy pár évvel ezelőtti cikk a fordításokról, és arról szól pontosan a cikk, ami az én véleményem is, úgyhogy nagyon megerültem neki, hogy tegnap felfedeztem, hogy miért mentsük meg a gyerekeket a kis hercegtől, miért nem érthetik, és miért vihet teljesen tévútra, hogyha ezt gyerekeknek erőltetjük, és még egyszer mondom, az erőltetni szó a fontos. És azzal zárja a cikket a srác, vagy az úr, vagy nem tudom, ki írta a cikket, hogy ismertem egyszer egy lányt, aki felnőttként pszichológushoz kezdett el járni azért, mert valami problémája volt, és pár ülés után kiderítették, hogy minden problémája abból fakad, figyeljetek, hogy gyerekkorában az anyukája többször is felolvasta neki a kis herceget, és hogy ő egy mukkot sem értett belőle. Ezt viszont nem merte elárulni a mamának, mert nem akarta megbántani, a mamája pedig mindig sírt a történet végén, és a lány sosem fogja elfelejteni az anyja vádló számon kérő pillantását, amiért ő nem volt hajlandó meghatódni a világ legszebb és legszomorúbb táján. Szóval azt hiszem, itt van a lényeg, hogy az elvárások, meg az erőltetés, meg az, hogy mondjuk nem biztos, hogy alkalmasat olvasunk egy gyereknek, és azt nem beszéljük meg vele, itt vannak szerintem mégis a kulcspontjai a történetnek. Remélem válaszoltam a kérdésedre. Viktória. Szóval szerintem simán lehet olvasni, csak akkor dumáljunk is a gyerekkel róla, hogy ez mi. És ne nézzük vádlón, hogy a gyerek miért nem érti. Nem tudom, igaz-e ez a történet, vagy ez pusztán fikció, de az egész cikk nagyon hiteles, mondom, belinkelem a végén, csak szóljatok rám. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, én simán elhiszem, hogy ilyen van, és megtörténik. És igazából minden megtörténik. Az élet írja a legjobb forgatókönyvet. Írjátok, hogy jó az az idézet, ami összefoglalja a lényeget, szerintem ez zseniális, ezért is hoztam be, mert nálam már sokkal jobban megfogalmazták. A Pocketet az Dunajcsik Mátyás fordította, igaz, tényleg, mert az egy magánkiadás. Dunajcsiknek egy mesét olvastam, majd megnézem, hogy ez milyen, bár ebben a cikkben összehasonlítgat dolgokat. Krisztián írja, hogy én úgy gondolom, hogy a magányság is megjelenik, mivel minden bolygón egy ember lakik, más foglalkozást űzve, abszolút. De hát tulajdonképpen szerintem egy szerelemhez ugyanúgy a magány is egy hozzátartozó dolog, vagy egyszerűen egy csalódás után a magány. Kati írja, hogy gyerekkora óta idegesíti a történetben a rózsa, most sem volt másként. Wow, Kati, írd le nekem, hogy miért idegesít. Na ez viszont tényleg alkalmas lenne irodalomterápiára. Mert hogyha felolvasnánk egy rózsával kapcsolatos a rózsás részt, és te azt mondanád, hogy idegesít, az a baromi jól lehetne foglalkozni, meg dolgozni, miért idegesít, de azért próbáld meg leírni röviden, hogyha megkérhetem. A szerelem nekem sem jutott eszembe, írjátok. Társadalomkritika, útmutató felnőtt korra. Igen. Ajánlottak olvasásra, írja Dóri, de gyerekként nem szerettem még olvasni, nem is érdekelt, de most maximálisan örülök, hogy végre eljutott hozzám, király. De érdekes, hogy ezt írjátok nekem egy pillanatra sem. Na, most már egyre többen írjátok, hogy nem jutott eszetekbe a szerelem. Nem tudom, bár én egészen elképzelhető, hogy elég sok mindent ilyen szemüvegen keresztül olvasok, erős a gyanúm. Ádám írja, hogy én a Nióknak köszönhetően olvastam el először, király. Ádám írd meg, hogy tetszett fiúként, férfiként. Marcs írja, hogy én a Bibliát szoktam tanulmányozni, és több párhuzamot vettem felfedezni a könyvben. Wow, Marcs, ír részleteket, kérlek.
Ági írja, hogy annyi új és a mai világra ráhúzható tökéletes gondolat van benne, a tekintély legelső alapja az értelem, írja Ági. Abszolút zseniális gondolatok vannak benne, és hát ha azt nézzük, hogy ez mikor írta Exupéry? Valahol fölírtam pedig magamnak. Pedig ezt azért illene fejből tudni. 1946-ban. Ahhoz képest, hogy máig érvényes gondolatokat tartalmaz, bár hozzáteszem, egy csomó 1800-as könyvben is így van ez. Szerintem a bolygókon lakók mind az ember személyiségének összetevőjét jelenítik meg. Az irányom 8 éves, sokat olvas, együtt kezdtük el, az elején nagyon tetszett neki, de valahol kiszállt. Egyébként a New Yorkban is posztoltam egy kislányról, akivel nem olyan régen ismerkedtem meg, és óriási könyv ma, és mondjuk tökre felnőtt könyveket olvas. És neki nagyon tetszett, szóval azt gondolom, hogy a kivétel mindig erősíti a szabályt, de úgy látom, hogy akkor ezek szerint a Noémi, a te 8 éves lányod sem hiába adta fel, mert valószínűleg nem feltétlen értette, nem kellett most neki ezt elolvasni, amivel szerintem semmi gond nincs, sőt, pont az erőltetés nem szabad, és tök jó, hogy így álltok hozzá, nem szabad erőltetni semmit. Judit is most olvasta először, és biztos, hogy még el fogja olvasni, főleg azért, mert hiányérzetem maradt utána. Mesélj, mi a hiányérzet. Laura írja, hogy szerelmet nem gondolt bele. Ez, a kisherceg maga rózsa között van, én is azt gondolom egyébként, a szerelem. Legalábbis arról szól számomra. A kisherceg nekem egy csoda történet, mert ahányszor újra olvasom, mindig mást ad, másra hívja fel a figyelmemet. A gyerekek még nincsenek ehhez a hangvételhez felkészülve, ez is benne lehet. Emberi kapcsolatokra asszociált Cynthia, hogy mennyire, hogy a saját fontos dolgaink miatt mennyire messzire kerülünk egymástól. Elfelejtjük, hogy meg kell szelíteni egymást, hogyan kell törődnünk azokkal, akik igazán fontosak nekünk. Hát igen, a legeslegerősebb idézett gondolat benne egyébként is ez a megszelídítős történet, és hát igen, az vált tulajdonképpen kultikussá, amit valójában sokszor mondunk, azt veszem észre, meg mindenhol ilyen érettségi tablókon, meg már mindenhol elcsépelten képeslapokon szerepel, de nem biztos, hogy egyébként sokan értik, hogy az miről is szól, és lehet, hogyha mondjuk az egész kis herceget elolvasod, akkor már jobban lehet érteni, hogy mit is ért az alatt, hogy megszelídíteni, vagy hogy kötelességgel, felelősséggel tartozol azért, amit megszelídítettél. 20 évesen olvast először Beatrix, akkor a szerelemhez állt legközelebb, most jó pár évvel túl a kétszer annyin, inkább az emberi kapcsolatokról szólt számomra, legyen szó bármilyen két ember közötti kapcsolatról, abszolút emberi kapcsolatokról és szerelemről szó szerintem is. Szimbólumokkal teli történet, ezért lehetne ezzel a gyerekeknek magyarázat nélkül megérteni. Nagyon jó, amit Ildikó írt, tök szépen megfogalmazta, ami nekem nem sikerült, hogy valóban tele van szimbólumokkal, és ezt nem biztos, hogy egy gyerek magyarázat nélkül megérti. Még a kötőtű is megállt a kezemben, azt hallva, hogy a fonalszó idegen a mai 14 éveseknek, ez nagyon jó. Ez nagyon király. Hát én is megdöbbentem, és ehhez képest matekból még rosszabbul teljesítettek szegények, tehát hogy mondjuk ezt sem értem, hogy ezek az elvárások, és ezek a felvételik, és ezek a kőkemény csúlykolások, és túlterhelt, tehát mindegy, minden gyerek, előre félek, hogy mi lesz, ha majd lesz, hogy akkor a gyerekem. Az egyik legutáltabb kötelezőm volt, írja Krisztina. Ha nincs a csoport, biztos nem olvastam volna újra. Hát igen, most már megértem rá, nagyon tetszett. Jaj, de örülök, na, az ilyen visszajelzések a jók. A világ gyorsulására is utal, mivel a lámpagyújtogató nem tud pihenni. Abszolút. Abszolút. Felgyorsult világra is. Igen, írjátok, hogy mennyire nem szerelem, hanem kapcsolatok. Tényleg azt gondolom, hogy kinek mi. Én továbbra is akkor is azt gondolom, hogy egyébként a szerelemmel, a szerelem üzenete a legerősebb. És tehát, hogy egy emberi kapcsolatról szól nyilvánvaló, meg emberi kapcsolatokról szól, de egy szerelem története. Hiszen a legfontosabb momentum benne a rózsa és a kis herceg kapcsolata, de teljesen mindegy, hogy ki mit gondol összességében, mármint, hogy nem mindegy, de mindenki osztálja, amit szeretne. Én csak elmondtam, hogy nekem mi a véleményem erről, vagy én hogyan olvasom, hogyan értelmezem. Judit írja, hogy lehet, hogy butaság, de nekem a történet elején volt egy olyan érzésem, hogy a kis herceg az maga Exupéry, az elnyomott rajzolni szerető kisfiú énje. Abszolút. Igen. Bár egyébként, ez is például egy érdekes tény, amit fölírtam magamnak, hogy lett volna a kisercegben egy fontos karakter, amit soha nem ismerhettek meg az olvasók, mert hogy érdekes módon a pilóta, az elbeszélő, az nem jelenik meg, tulajdonképpen nem szerepel a könyvben, és hogy állítólag volt egy New Yorkban egy kiállítás 2014-ben,
ahol Saint-Exupéry rajzokat mutattak be, és hogy olyanokat is bemutattak, amit az író végül nem publikált, és ott volt egy rajz elvileg a pilótáról, tehát az is bekerült volna elvileg a kisherceg illusztrációi közé, és ő ugye a narrátor, aki elalszik a gép mellett, vagy elaludt a gép mellett, és azt mondják, hogy csak találgatások vannak arról, hogy miért döntött így a szerző, de valószínűleg egészen biztosan jó oka volt rá, hogy az egyik legfontosabb szereplő tulajdonképpen kihagyta a történetből, és azért van olyan a sok elmélet szerint, hogy ezt is formázhatta magáról, és részben ezért is kerülhetett ki, és hogy egy elmélet szerint pontosan az egyik sor a könyvből erre magyarázatként szolgál, hogy ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Tehát, hogy tulajdonképpen az ő központi figurája is emiatt kerül ki a könyvből, legalábbis illusztráció formájában. És ilyen szempontból ott mondjuk nem ismertük meg például. Azt biztos tudjátok, hogy az illusztrátor ugye egyben az író, tehát ezt mindenki tudja, szerintem, hogy Exupéry rajzolta ezeket az alakokat, és ahogy írod is, igen, hogy az elnyomott kisfiú énje, rajzolni szerető kisfiú énje az, aki egyébként egy más értelmezés szerint a kisherceg, és azért is mondják, meg én lehet, hogy ezért is hajlok, vagy azért is hajlok afelé, az értelmezés felé, hogy ez egy szerelemről szóló történet, mert hogy azt mondják, hogy Exupérynek ugye elég viharos volt a feleségével, Consuelóval a kapcsolata, és hogy a mesében szereplő rózsát, az Consuelo ihlette. Szóval vele elég ingadozó kapcsolata volt, és nagyon sok időt külön töltöttek, meg nem is volt egyébként hű hozzá sok esetben a férfi, de a nő sem. És azt mondják, hogy ilyen szempontból mondjuk a rózsát például róla mintázta. Közben lesek egy időt, mert én nem látom, miközben beszélek veletek. Most már látom. Na, mit mondtok, mit írtok? Mi a gimiben még a színpadra is vittük, mégsem vette senki fáradtságot, hogy elmagyarázza a lényeget. Sajnos gyanítom, hogy a felnőttek többség. Vasszor le volt a vége. Nekem gyere... Jaj, hát itt van Jutka velünk, aki az egyik legnagyobb kisherceg fan, és nálam még neki sokkal több kishercege van a gyűjteményben. Nekem gyerekként magnóm volt meg, arra emlékszem, hogy kicsiként el tudott repíteni egy mesevilágba, amit nagyon élveztem. Persze teljesen másképp láttam, értettem a történetet, mint később olvasva. Felnőtt fejjel minden olvasáskor mást és más jelentett nekem, de a szerelem nekem sem jött át. De érdekes, akkor lehet, hogy én amikor újra olvastam, akkor nekem annyira olyan időszakom volt, hogy a szerelemre tudtam asszociálni, és megmaradt, és azóta meg nem tudom máshogy olvasni. Az emberek közötti kapcsolatokból szóló bírálat nekem az érzelmek hiánya. Ez jött át először, a rózsa mi vagyunk bizonyos kapcsolatainkban, de a kisherceg is mi vagyunk más bizonyos kapcsolatainkban. Gyermeki ártatlanság, korlátok nélküli képzelőerő elvesztése, és egyébként közben Melinda írja azt, amit mondtam, hogy Consuelo volt a rózsa ihletője, akit 3 évre elhagyott, igen. A rózsa viselkedése engem is idegesített mindig, akaratos uralkodik a kis herceg felett. Hát valószínűleg a feleségét ábrázolta ebben. A szerelem nekem felnőtt fejjel egyből kitűnt, de sosem értettem, hogy a végén a visszatérés a bolygóra az meghalás, vagy ez is csak szimbolikus. Na hát írjátok, hogy mit gondoltok róla. Azt gondolom, ez kicsit olyan, mint az eredetben, amikor megpörgetik a végén a... Már nem emlékszem, mi volt a neve. Kinek mi? És mindenki azt lett benne, amit szeretne. Én sem szerettem a rózsa karakterét, olyan érzésem volt, mintha rideg lenne, aki kihasználja a kis herceg mély iránt a érzett szeretetét. Decemberben is elolvastam már, és teljesen más tudott, mint tini koromban, ma is elolvastam a kibeszélő miatt, és csodálatos ez a könyv, írja Veronika. Igen. Felnőtt, nagyon kemény, hogy bedobtam ezt a megosztó bombát, hogy szerelem vagy nem szerelem, mert mindenki erről ír, hogy vagy valaki egyet ért, vagy valaki nem ért egyet. Óriás, nem gondoltam, hogy ennyire megosztó lesz ez a topik. Most felnőttként olvasva számomra is szerelmi vonal volt benne az erősebb. A rózsával, az ember személyiségének összetevői mellett, amit a bolygók lakói jelenítettek meg nekem. A mostani olvasással tűnt fel a hasonlóság a Pán Péterrel abban, hogy a gyerekek mennyire máshogy látják a világot, mint a felnőttek. Nekem az élet elmúlása volt, ami ezt párhuzamot éreztem. És igen, 44-ben meghalt, 43-ban jelent meg, szóval ő ugye nem is élhette meg tulajdonképpen az, hogy a könyv megjelenik hazájában, mert ugye Franciaországban csak később jelenhetett meg, úgyhogy ez is egy izgalmas adalék amúgy.
Sokáig tartottam tőle, mivel az ismerőseim mind gyerekkorukban olvasták, és nem szerették. Én akkor nem olvastam, de nem bánom, mert most nagyon tetszett. Szerelem vagy nem szerelem, és írja még, bocsánat, hogy oldalakat Zsófi írja, hogy oldalakat húztam alá. Szóval szerelem vagy nem szerelem, azt hiszem abban megegyezhetünk a mai könyvklubban, hogy aki gyerekként olvasta, annak egy nagyon nagy százaléka, akkor ne általánosítsunk, nem szerette vagy nem értette. Úgyhogy szerintem bebizonyítottuk azért, hogy ez nem egy gyerekeknek szóló könyv, de remélem egyetértetek. Imádtam a könyvet, említettem 8. osztályos diákomnak, és elolvasta, készített olvasónaplót, és idézeteket gyűjtött, tetszett neki a könyv, a bolygóktól kezdve élvezte. Mesélemezen hallgatta meg Klára 30 évvel ezelőtt. Igen, egyik barátomtól kaptam telételállat, rózsaszimbóluma, a rókás rész mindig megríkat. Én most 31 évesen kb. Negyedszer olvastam, és az a véleményem, hogy egy bizonyos életkor ahhoz kell ahhoz, hogy megértsem benne dolgokat az olvasó, hozzáteszem, most sem, hol tartok, bocsánat, ilyenkor mindig leugrik. Ilyenkor mindig leugrik, ha valaki hosszabbat ír, bocsánat. Most sem mondanám, hogy teljesen értem, nagyon szuper az összefoglaló, amit felolvastál, Ági, kérdés. A végéről mindenki azt mondja, hogy a kis herceg hazatér a bolygójára, én viszont mindig arra gondolok, hogy miután megismeri több bolygó lakóját, egy évet eltölt a Földön, megismeri az embereket, végül azért úgy tér vissza a bolygójára, hogy tisztában van vele, hogy a kígyó méreg megöli, tehát a kis herceg a halált választja, öngyilkos lesz. Mit gondoltok erről? Na hát ez egy egészen komoly kérdés itt Mónikától. Hát, bevallom őszintén, én is a visszatérésre jutottam, de simán bele lehet látni szerintem azt is tényleg, hogy halál a vége tulajdonképpen. Remélem mindenki olvasta, bár nem tudjuk a végét megfejteni. De már nem tudjuk, hanem én tényleg azt gondolom, amit az előbb mondtam, hogy olyan, mint az eredet. Ugye az a zseniális film a DiCaprioval, hogy tulajdonképpen mindenki azt lett bele, amit szeretne. Valahol a visszatérés is tekinthető egyfajta halálmotívumként, úgyhogy akár azt is mondhatnánk, hogy végül is az elválás és a visszatérés az valahol még akár halált is jelent, nem tudom, nehéz megfejteni, és megint azt gondolom, mint amit az előbb a szerelemről, hogy mindenki összed bele, amit szeretne, meg amit érez, vagy ahogy tud kapcsolódni a lelkével a történethez. Írjátok, hogy az eredeti fordításban olvassátok majd el. Egyébként a kígyó a végén azért kicsit utal szerintem arra, amit mondtam, ugye, hogy tulajdonképpen az is utalhat azért a halálra a végén, a könyörtelenségre, a gyilkos méregre. Nem tudom, most valaki kérdezte, kígyóban mi a helyzet. Szerintem, hogy szerelmi a történet, írja Ágnes, az Ágnesek a szerelmet látják bele. Ami elől menekül a kis herceg, és azt tapasztalja, hogy mindenki mennyire felületes és egysíkú. A bolygókon lakó emberek szemellenzővel szemlelik a körülöttük lévő világot, aztán hiába le a barátokra hiányzik a szerelme. Én is valahogy egyébként erre tudtam rá kapcsolódni, hogy elmenekül a kis herceg a szerelem elől. Nekem a rózsás rész a top, tehát hogy nekem azt tetszik nagyon, és én is emiatt érzem ezt. Nem egyszer látom az interneten keringeni az idézeteket, szerintem ezek a kiemelt részek nem adják vissza a könyv hangulatát és különlegességét, csak megpróbálkoznak vele. Abszolút, én is azt gondolom, kontextus nélkül egy csomó idézet nem működik, mondjuk ezt nem róhatjuk fel egyébként a szerzőnek, de ilyen szempontból előfordul valóban. Kötelességről és felelősségről szól, írja Ádám, nagyon jó, nagyon tetszik. És akkor azt gondolom, hogy ez kicsit azért megint csak a szerelemmel kapcsolatos, de nem akarom azt higgyetek, hogy bekattant ez nekem. Kötelesség és felelősség az egy kapcsolatban egészen fontos. Haláról, elmúlásról, veszteségről is szól nekem, akkor te biztos úgy értetted a végét, Eszter, hogy akkor halál a vége. Kati írja, hogy a rózsa érzelmileg zsarolja a kis herceget, gyerekként nekem túl kényes volt, a kazetten áttekertem azt a részt, ahol az ő párbeszédük volt. Hát igen, de hát hány kapcsolatban van érzelmi zsarolás, kérem? De nem szeretem ezt a kérem szót, nem tudom, miért mondtam. Szóval, hogy nagyon sok kapcsolatban van érzelmi zsarolás, úgyhogy ilyen szempontból is egy szerelmi kapcsolatra utalhat. Kiskoromban a nővérem olvasta fel nekünk, nekem akkor a rózsa és a herceg közötti kapcsolatot értettem még csak benne, de engem már akkor megfogott, tök jó. Mindig erősíti a kivétel a szabályt. Nekem a leges legvége nem volt annyira érthető, amikor eltűnt, de lehet, hogy én gondolom túl.
Közben valaki a Brigi arról ír, hogy mai gyerekekkel mi a baj, hogy nem olvasnak, hanem a technika elviszi őket egy teljesen olyan irányba, hogyha mégis olvasni kell, akkor meg nem érti, mit olvas. Hát igen. Most megnézem, miért engedte, hogy a kígyó megharapja és elbúcsúzzon az élettől? Na? Kíváncsiak, miket mondtok erre, mert tök jó kérdéseket dobtok fel. Elég elméletiek, eléggé olyanok, amire nincs feltétlen válasz, de kíváncsiak, hogy ti mit gondoltok. Krisztián is azt írja, hogy szerelem lehet a fővonal, amivel a rózsát gondozta, és nehéz szívvel hagyta ott a rózsát. Exupéry volt maga a pilóta, írja Judit. Igen, azt mondom, az előbb tulajdonképpen pont idéztem egy ilyen cikkből, ahol ilyen érdekes tényeket írnak le, és ott is azt írják, hogy Exupéry a pilóta volt egyébként. Én is amúgy inkább kicsit úgy képzelem a történetet, hogy Exupéry a pilóta volt. De aztán az is lehet, hogy inkor nyilván a fikció, meg a, ez az egész, ahogy kitalálta, az is benne van, hogy ő egy másik énjével találkozik, aki meg a kisherceg, a gyerekénje. Tehát végülis bármi lehet. Ah, jó lenne ilyenkor a szerzőkkel beszélni, és ezért jutott ma is eszembe, amikor találkoztam a Péter Figergővel, mert ezt olvasom, hogy milyen király kortársak olvasni, mert akkor tudunk velük beszélgetni. És ez akkora dolog, és annyira hálásak lehetünk, hogy egy olyan korban élünk, amikor ennyi fantasztikus író van, és nem csak magyar, hanem külföldi is. Szóval a világirodalomból temérdek zseniális író van, és egy csomó irodalmi fesztiválon találkozni is lehet velük. Ugye idén is egy-két híres író jön Magyarországra, úgyhogy én tökre javaslom, hogy olvassatok kortársakat. Nem csak magyar, de magyart is, feltétlen. Mert meg lehet velük beszélni, hogy mit miért írtok a könyvükbe. Nem? Tehát milyen jó lenne most Exupéryt kifaggatni ezekről, hogy kedves Exupéry, leülne ide mellém, és itt a kis lakásba a Fehérvári úton elmondaná, hogy mégis, hogy gondolta ő, és ő a kis hercegből, vagy a pilóta. Na jó, már látszik, hogy fáradok, mert ezt most nagyon elvittem. 49 éves vagyok, nekem még sajnos kimaradt, de pótolni fogom mindenképp. Ó, Klára, olvasd, de kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni hozzá. Egyre jobban felkeltetted a... Hoppá, valakit majdnem letiltottam. Ha hosszan nyomom, akkor le lehet tiltani embereket. Egy jobban felkeltetted az érdeklődésemet, arról nem beszélve, hogy az említett sokat olvasó kislány a mi könyvtárunkból kölcsönözte ki. Jaj, de jó! Hát úgy imádom, hogy összeérnek a szálak. Zsuzsanna írja, hogy gyerekkoromban egy veszteséget követően került a kezembe. Fontos eszköz volt a feldolgozáshoz a történet vége, ezért is maradt meg pozitív élményként. Fú! Igen, az sem mindegy, hogy ki mikor olvassa. Kati kérdezi, hogy valaki olvasta a folytatását. Szeretnék visszakérdezni, hogy tessék. Jó, láttam egyébként nem olyan régen a csoportban is valaki kitette. Tényleg, valaki olvasta a folytatást, ami én nem is értem, hogy hogy lehet, vagy egyáltalán. Gondolom, amikor lejárt a jog, onnantól kezdve megnyílt a kapu az előtt, hogy valaki folytassa a történetet, de hát azért mégiscsak túlzás, hogy ennyire klasszikus művet folytatni. Ugye Agatha Christie kapcsán meséltünk a podcastban arról, hogy ott is például micsoda örökség Agatha Christie életműve, és hogy a család mennyire komolyan veszi, és hogy akárki azért nem folytathatta Agatha Christie életművét, és mennyire nehezen találták meg a Sophie Hannah-t, akinek megengedték, hogy Agatha Christie, egyébként nagyobb betűvel van a könyvekre ráírva, hogy Agatha Christie, mint hogy Sophie Hannah, de hogy Agatha Christie életművét tulajdonképpen folytassa, az ő karaktereit folytassa, Miss Marple-t és Poirot és társait. Szóval, hogy itt ebben az esetben sem tudom, hogy vajon mi lehet az Exupéry örökösökkel, a jogokkal, és hogy ki engedhette meg, vagy hogysmint. Nyilván valaki megengedte, tehát ezek azért komoly és egész komoly jogi procedúrák, meg jogi dolgok. Minden esetre valaki jelentkezzen, aki olvasta a folytatást. Erzsébet írja, hogy az életét adja a szerelemért. Ú, de szép. Kiábrándult az emberekből. Mostanában kevesebben stoppolnak zoknit, vagy kötnek pulóvert. Most erős a gyanúm, hogy baromira messze lehet. Mikor? Látom én azt, hogy mikor kommenteltétek? Nem látom. Na mindegy, hát aztán lehet, kiderül, hogy rengeteg kommentet nem olvastam még. Mostanában kevesebben stoppolnak zoknit, vagy kötnek pulóvert. Szerintem a fonálszó, mint olyan egy felnőtt hétköznapi beszédéből is sokszor hiányzik. Legesen nem tudom, használtam ezt a szót az elmúlt években. Van benne valami, Viki, de hogy egy csomó mesében. Meg egy, te is tudom, tehát, hogy nem tudom, azért a fonálszó az még nem lehet egy idegen szó. A hintó is, de ugye a hintó meg egy csomó mesében benne van. Tehát, hogy az ilyen dolgokat pont az olvasásból, a könyvekből, a mesékből tudjuk megtanulni. Mert egy csomó olyan szót ismerünk, amivel nem találkozunk a hétköznapokban szerintem, de értjük, amikor elolvassuk egy könyvben. Úgyhogy ezért is érdemes olvasni. A szó kincs.
Igen, minden, ez is nagyon jó, amit René ír, hogy mindenki akkor ugyanabban a korban tudja tehát nem mindenki ugyanabban a korban tudja befogadni ezt a művet, mindenki akkor, amikor képes rá, és amikor tud csatlakozni hozzá, ez is teljesen így van. Elég zsarnok lehetett a felesége, hogyha a Rózsa, hát egyébként így van. Sokat meg lehet tudni ebből a könyvből egyébként. Amúgy már, ha folytatás, inkább ezt olvasnám el a helyetekben, ha valakit érdekel a háttér. De bevallom őszintén, nem szeretek olyat ajánlani, amit nem olvastam végig. Nem, hogy nem olvastam el, de nem olvastam végig. Bár van, aki ezt megteszi. Szóval, hogy nem olvastam végig, úgyhogy nem merek garanciát vállalni, de kb. A feléig eljutottam annak idején, és nekem nem volt vele nagy gondom. Moly.hu-n nagyon lehúzzák ezt a könyvet, de annyira nem volt vészes. Szerintem egy-két dolgot megtudtam belőle, hogy hogyan született a kis herceg. Na nézzük, még van-e kérdés. Elmúlás, bizalom, barátság. Lehet, hogy ismerni kellett volna az író aktuális körülményeit, életét, de akkor el kell majd még egyszer olvasnom fókuszban a szerelemmel. Egyrészt, ha valaki még nyitott rá, tényleg kíváncsi lennék egy ilyen tesztre, hogy fókuszban a szerelemmel, hogy mit ad nektek a könyv. Másrészt nagyon fontos dolgot mond Judit. Én azt gondolom, hogy az irodalom értésnek és az igazi ilyen igazi befogadás az akkor történik meg, hogyha nem választjuk el a történetet az írótól. Már hogy is tudnánk elválasztani? És számomra ezért döbbenetes, és akkor hadd mondjam el a saját példámat, hogy én mindaddig tökéletesen messze tartottam magam az irodalomtól a gimnáziumban, ameddig egyszer egy tanár, konkrétan a Hegedűs Kati, aki itt van köztünk, nem hiába alakult ilyen kapcsolat köztünk, meg nem értette, hogy milyen fontos az önéletrajz. És aztán nyilván utána már más helyről is hallottam, meg akkor rákattantam teljesen az irodalomra, és nagyon sok irodalom órán volt. De onnantól kezdve érdekelt, hogy az életrajz felől nézem. És hál' Istennek ez nekem korán, 15-6 éves koromban megjött, inkább 6. De szerintem nem tudjuk elválasztani, és egy kis herceg is tökéletesen mást ad, hogyha tudjuk, hogy az író mikor, miért, és nagyjából milyen körülmények között írta. És én ezt megkockáztatom, hogy ez szinte minden szövegre igaz kell, hogy legyen. Tehát szerintem egy író csak magából tud kiindulni. Emlékszem, a Détot Kriszta mondta a New York tani nyáron, és akkor tettem fel neki ezt a kérdést, hogy ugye ott van az Jöttem, hadd leássalak, ami egyébként egy gyönyörű, gyönyörű könyv, és tényleg egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt. És ugye az édesanyja haláláról, és annak a feldolgozásáról szól, és hogy mennyiben a fikció, mert hogy azért elég sokat ír az apjáról, a testvéréről, ugye hát nekem ráadásul elég közös múltam is van Andrissal, hiszen együtt dolgoztunk a híradóban, ugye évekig. És ugye azt mondja erre Kriszta, hogy mindenki azt gondol erről, amit akar, tehát ő nem fogja elmondani, hogy hány százalék ebből a fikció, meg hány nem fikció, de ugye megkockáztatom, hogy azért elég erősen ilyen 80 felé tendál. Nyilván benne van az írói fantázia, meg lehet színezni a történetet, biztos sokan meg is teszik, de én minden könyvet úgy olvasok, azt hiszem, hogy egy minimálisan legalább utána nézek a szerzőnek, és kell tudni azt, hogy ezt mikor, miért, miután, nem azt mondom, hogy ilyet kell olvasni egy tök hosszú önéletrajzot, bár azért manapság már elég nagy mázlink van az interneten, már elég csak fölmenni, és a Google-be beírni egy-egy szerzőt. Szerintem tökre bátorítalak titeket arra, hogy ha ilyesmi történik, akkor érdemes a szerzőt is picit megismerni. Itt az Elena Ferrante százszor izgalmasabb, hogyha tudod, hogy ő egy álnéven író, és nem tudják ki az. Jó, neki nyilván már ez az image része, és ettől lett világhírű, mert mindenki azt akarja tudni, ki az Elena Ferrante. De ugye ezek szerintem ilyen elválaszthatatlan dolgok, úgyhogy én csak arra bátorítok titeket, hogy kicsit olvasgassatok a szerzőről is adott esetben, hogyha olvastok valami könyvet. Na ennyi, befejeztem a tanácsok osztogatását ma estére. Attila, sziasztok, most csatlakoztam. Az biztos, hogy a szókincsünk sokat változik, ha olvasunk, de ha nem magyarázzák el azt, hogy mit jelent, az olyan, mintha az angol órán nézni kell egy filmet, és mondja a tanár, próbáld lefordítani, de nem tudom, melyik szó mit jelent, mert még nem tanultuk. Egyébként teljesen igazad van, abszolút. Meg olyan, mint amikor tudod, valaki idegen kifejezéseket használ, csak nem is tudja, mit jelent. És így hallja, meg jó, csak éppen rosszul használja, és aztán direkt használja. Igen, ismerős helyzetek ezek az életben, sok ilyet látunk. A Kati arra írtad ezt, hogy igen, nagyon tetszett a folytatás? Akkor kérlek szépen írj róla. Ugye közben ajánlottam ezt a könyvet, háttérinfóként, akit esetleg érdekel, hogy született a kis herceg története.
ajánlottam az Alföldi féle Spotify-os hangoskönyvet, ami maga a csoda, tehát hogy fantasztikus, tényleg imádom, hogy csak icipicit elváltoztatja hangját a kígyónál, icipicit a mesélőnél, icipicit a kis hercegnél, tényleg ezek csak ilyen nüansznyi különbségek, de valami fantasztikus, nagyon jó, úgyhogy alig várom, hogy végighallgassam, a vége felé, hazafelé az RTL-ből a végét hallgattam meg, és az elejétől meg akarom hallgatni. És eszembe jutott még a mese, egy animációs mesét is készítettek évekkel ezelőtt, ami egy elég speciális köntösbe teszi a kis herceg történetet, így igazából egy nagy sztorin belül a kis herceg sztori az ilyen, tehát valahogy így mondanám, elég bénán megfogalmazva, kicsit tényleg meg kezdek fáradni, hogy nagy sztorin belül egy kis sztori a kis herceg, ennek ellenére azt hiszem ilyen címmel is volt a kis herceg, és én például nagyon szerettem azt a mesét, nem tudom, láttátok-e? Mindig én amúgy is szeretem az animációs meséket, most megy az Aranyha és a Nagy Gubanc, és azt is imádom. Társadalomkritika, írjátok még. Találkozás a kis herceggel. Az a folytatás? Igen, valószínűleg azért mondjátok. A vége most először gondolkodtatott el, írja Paula, hogy most visszatér a bolygóra, vagy meghal. Na, tök jó, hogy felmerülnek most már másokban is ilyen kérdések. Felnőttként olvasva, írja Anikó, elgondolkodtam, hogy vajon a gyerekkori bennem lévő kis herceg hogyan képzelni az én bolygómat. Vaj, de micsoda irodalomterápiás feladat. Mónika, nekem például, amúgy fölírom, nekem például az is eszembe jutott, hogy a kis herceg a reinkarnációról is szól. Wow! Na, erre még nem gondoltam, de tetszik. Martin érdei, nem gondolom, hogy úgy eljut a gyerekekhez, ha elmagyarázzuk neki. Nekünk felnőtteknek sem jelenti ugyanazt. Az a legjobb, ha ő maga érti meg felnőttként, és akkor meg lesz az elmény. Abszolút igazad van. Itt egy icipicit félrementek szerintem a érvek. Igazából én arra mondtam azt, hogy megmagyarázzuk, vagy elmagyarázzuk a gyereknek, hogy az ne legyen, hogy rá van erőltetve, és aztán ő rosszul érzi magát azért, mert nem érti, amit érteni kéne. Igazából csak erre vonatkozott, hogy akkor már, ha akarjuk, és felolvassuk neki, akkor mindenképpen próbáljuk meg, ha látjuk, hogy nem érti a gyerek, elmagyarázni neki, mert akkor nem marad neki egy ilyen rossz élmény, vagy akár trauma. Ugye, nem tudom, itt voltatok-e mindannyian, de meséltem egy nagyon durva sztorit, hogy valaki azért került pszichológushoz, mert az anyukájával kapcsolatosan a kis herceg egy traumatikus élmény. Nem csak szerelem, hanem az élet át... Na, mekkora béna vagyok, bocsánat. A lényeg az, hogy mindenhol könyv van, azt láthattátok a másik oldalon is. Igen, totem volt, hú, igen, én azt hiszem, hogy baromi sokat írtatok, és most egy kicsit belelapozok a végére, mert atyavileg nagyon rég volt, hogy ennyire sokan írtatok élőn. Látszik, hogy ez nagyon... Na, itt most jönnek azokra válaszok, hogy... Okay, közben jött egy reakció arra, hogy milyen érdekes, hogy azt mondom, hogy meg kell ismerni az író életét. Nekem épp azt tanították, hogy az igazi irodalmi mű arról ismerszik meg, hogy a szerzőtől elválasztva is megállja a helyét, működik. Igaz, Exupéryről nem árt tudni, milyen végtelen magányos ember volt, és milyen végtelen szerette az embereket. Egyébként ez valóban egy megosztó téma, szintén, mint az, hogy a szerelemről szól a kis herceg. De én ebben hiszek. Tehát én csak annyit mondtam el, hogy ez egy tök jó tipp szerintem, sokkal jobban meg lehet érteni műveket. Nyilván egy igazi mű anélkül is meg kell, hogy állja a helyét, de sőt, egy igazi, meg a történetek, ha olvasok egy regényt, értelemszerűen tök más lesz, amit bennem jelent, amit belőlem előhoz, ami, meg én azt gondolom, minden történetben tanulunk, tehát tök más tanít minden könyv. Nyilván nem ugyanaz lesz, mint amit az író gondolt, de ha igazán érteni akarjuk, vagy jobban megérteni akarjuk, akkor szerintem érdemes tudni, hogy lásd Márai Sándor milyen körülmények között írta meg az igazit, hogy Exupéry milyen körülmények között írta meg a kis herceget. Ettől még a mű maga, a szöveg, az lásd nekem a szerelemről szól, de lehet, hogy neki aztán tényleg másról szólt. Bár erős a gyanúm, hogy a felesége miatt valóban arról. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez csak egy plusz jó, egy plusz értelmezés, egy plusz adalék, és egy plusz jó dolog tulajdonképpen, hogy megismerhetjük a szerzőket, és az még pluszt jelent egy könyvnél. Nem tudom, el tudom-e a pluszot még egyszer mondani egy mondaton belül.
Itt közben írjátok, hogy nagyon jó a mese, igen, azt valószínűleg láttátok. Írjátok, hogy ki milyen bolygó lenne, hogyha ő... Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az olvasók véleményére vajon a bárány megette a rózsát. Ki mire asszociált? Egyetlen felnőtt sem fogja megérteni, hogy ez mennyire rettentően fontos. Hú, de jó kérdés ez, Zsófi. Na hát válaszoljatok, hogyha mertek. Ki mire asszociált? A bárány megette a rózsát. A kisherceg visszatér, csak hangulatában hasonló, ebben a szerelmi szállat erősebb, most a pilóta utazik, hogy megtalálja a kisherceget. Az animációs mese az nem ilyesmi volt? Valami ilyesmire emlik. Egyébként csak az élmény van meg, mert évekkel ezelőtt láttam, amikor megjelent. A filmet nagyon szerettem, ott a visszatérés egy lehetséges véget hoz, de nagyon jó a plusz üzenete is. Ó... Robert Katalin Szeredics meg című Young Adult regénye és a kis herceg motívumaira épít. Aha, és hát mondjuk eléggé adja magát folytatni egy ilyen történetet. Alföldet hallgatva sírtam is. Igen, egyébként borzasztó megható. És rázott a hideg, amikor olvastam. Az életrajz a mű értelmezését segíti. Most nézem, a Never írta a folytatást. Rókáról mit gondoltok vele? Összebarátkozik a kis herceg, de a ravasság, mint tulajdonság itt nincs jelen. Na, nagyon sok mindent írtatok, és egyébként, mint ahogy mindig is szoktam ezt mondani, nyugodtan beszélgethettek még az élő alatt, vagyis hát, ha lezárul az élő utána is, meg hát látom is, hogy beszélgettek, tehát néha úgy is érzem, hogy nem kellek én ehhez, de nem baj, mert legalább én vagyok az összekötőtök, a híd. 9 óra van, még egy pár percet beszélgethetünk, de aztán muszáj, hogy elbúcsúzzak, mert lassan a szavakat nem tudom képezni, és még készülnem kell a holnapi podcast felvételre. Úgyhogy nézem, hogy van-e valami izgi, amit nem mondtam el nektek, érdekes tények. Ugye, hát akkor zárásként, ugye, aki esetleg nem tudja, Exupéry titokzatos módon el is tűnt a könyv befejezése után, 44 éves korában visszavonulása előtt még vállalt egy utolsó küldetést, de szerintem ezt már mindenki tudja, azért a legenda ezzel együtt él a kis hercegről, hogy ő tulajdonképpen eltűnt, és hogy a repülőgép roncsait tulajdonképpen nem is találták meg. Azt elmondtam, hogy ugye az író sohasem láthatta a könyvet hazájában, mert hogy a könyv 43-ban jelent meg, és ugye ő az Egyesült Államokban élt, és akkor ott jelent meg francia és angol nyelven, de hogy vitatott politikai nézetei miatt Franciaországban nem jelenhetett meg. Egyébként a kis herceget több mint 250 nyelvre fordították, egészen döbbenetes. Instára kitettem a Nincs Időm Olvasni kihívás instájára, ha még nem követitek, akkor kövessétek. Egy képet, ami az otthoni kiskunhalasi gyerekszobámban készült, és ott az ágyam fölé készítettem egy ilyen kis herceg installációt, ami próbáltam összegyűjteni a világban fellelhető, illetve az interneten fellelhető kis herceg borítókat, és azokat nyilván nem eredeti könyvborítókat tépegettem le, hanem kinyomtattam, és azt raktam az ágyam fölé, úgyhogy csomó borító ott van az ágyam fölött, és nagyon szeretem. És amúgy a Móra Ferenc Múzeumban voltam Szegeden egyszer egy kiállításon, egy nagyon jó barátommal, és ott volt egy kis herceg kiállítás, és ezt ilyen hát nem jelekkorában, hanem bazinagyban tulajdonképpen láttam, és azt az élményt szerettem volna minibe reprodukálni otthon, úgyhogy onnan jött az ihlet tulajdonképpen, ott láttam ezt a megoldást, és fantasztikus kiállítás volt. Jó lenne, hogyha azt egyébként újra elővennék azt a kis herceg kiállítást, elmehetnénk csoportosan, amúgy tök jó lenne, na majd lehet írok a múzeumnak, hogy van erre esély. Szóval... Igen, írja Anna, hogy annyira szép kerek, hogy nem kell keresni a folytatást, így tökéletes. Egyébként ebben is van valami, egyetértek. Van, akinek kínai nyelven megvan, zseniális. Nekem már egy hagyomány, hogy bárhova megyek, illetve bármelyik ismerősöm megy külföldre, akkor hoz nekem külföldről, főleg akkor, ha nincs meg, de most már van egy-kettő kiadás, ami duplán is megvan, de más borítóval, úgyhogy gyűlik. Úgyhogy irigylem a kínait, na olyan nincs meg nekem, de mostanában nem kell kínai. Kínai semmi, mert ugye, na, nézzük a híradót. Szóval, ezek után bátrabban fogom tölteni az olvasónapló azon részét, hogy mi is az én véleményem a könyvről, mert a mai beszélgetés halva mindenkinek teljesen más a könyv. Tök jó, Réka, hogy erre jutottál. Teljesen más. Mindenki azt ír a véleménybe, például az olvasónaplóba,
amit szeretne. És egyébként meg én azt gondolom, hogy ez az olvasónap, ez a sajátunk, ezt nem kell megmutogatni senkinek, magadnak szól, ez egy napló, benne is van, ugye a naplóinkat sem nagyon mutogatjuk másnak, adott esetben egy gyerekünknek, nekem is majd, ha lesz, oda szeretném adni ajándékként, meg magamnak egy tök jó visszatekintő, hogy miket olvastam, de nyugodtan a teljes őszinte véleményt, ahogy te gondolod, fogalmazol, és tényleg mindenkinek mást ad egy könyv, szerintem egyáltalán nincsenek ilyen, és szerintem ezért is nehéz eldönteni, hogy például melyik könyv hány százalékos, vagy melyik könyv nyer például egy irodalmi versenyen, mert annyira tökéletesen mást jelenthet egy-egy embernek egy-egy könyv, kinek mi a jó, ezért is nehéz és nagy felelősség könyveket ajánlani, szerintem könyves bloggerként, vagy ilyen könyves, nem tudom, influencerként, ha van ilyen, de hát mindig próbálok legalább azért olyanokat, ami nekem meghatározó, vagy tetszik, és valóban olvastam, mert hát ha azzal titeket is arra bírlak, hogy elolvassátok, és aztán meg tudjuk beszélni. Elbúcsúzom most már, nem se tényleg kezdtek így összeesni. Nézem, hogy igen, nézzük kiradót, mert a fiam kint tanul, de most nincs itthon van. És megy vissza egyébként Kínába. És amúgy életükbe a kedvenc idézeteiteket is mindenképp meg, és jó választás volt, a következő feladatot várjátok, írjátok, jó. A következő közös könyv is megvan már a fejemben, azt még én sem olvastam, csak a szerzőtől olvastam, és már nagyon régóta vár a kívánság listámon ez a könyv, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy az lesz, de nem fogom elárulni, ahogy ezt már megszokhattátok. Még egy pár napot várni kell, ugye ígértem, hogy pár könyvet mondok nektek, annak mondjak még olyat, aki esetleg franciázni szeretne még a héten, mármint, hogy francia könyveket olvasni. Van nekünk egy, na most hol van a franciás részlegem? Egyébként olyan jó lenne ez alapján beosztani. Na jó, most hirtelen nem találom, de van nekünk például ugye egy műszónk, az Angyal hívott, én nagyon szerettem, például. Ja, és pótlapokat kértek, jó, azt is mindenféleképpen fogok hozni. Majd grafikusra csináltak a pótlapokat. Itt van francia még a Camus, ami még egyébként egy rövid kiolvasmány, és ez is azért klasszikussá vált, és nem egy szívdelítő olvasmány, de szerintem mindenkinek el kell olvasnia. Akkor, ha nem tévedek, Emil Ajar, Párizs bevándorló, negyedében játszódik, persze, Roman Gary, de az a Emil Ajar álnéven, ez egy fantasztikus könyv, ezt is olvassátok el. Itt van Amegavada. Őt nagyon szeretem, például a Vigaszág és az Együtt lehetnénk, de ott van a Szerettem őt is, ami egy fantasztikus könyv, ugye ők is franciák, őket nagyon ajánlom, nekem ott van a nagy kedvencem, amit most nem látok, hogy hol van, pedig azt nagyon szeretném ajánlani nektek, a Merre jársz Bojangles, Olivier Bourdot-tól, de nem találom, úgyhogy most azt nem fogom tudni megmutatni. De hol van? Az a baj, hogy átrendeztem a lakást, átrendeztük a lakást, és a könyves polcomat is átrendeztem, átdobáltam, és még nem volt időm rendszerezni, de majd legközelebbre, hát ha februárra úgy készülök a kibeszélőre, hogy legyen időm mutogatni, és mert már nagyon régóta kéritek, hogy mutassam meg, hogy milyen könyveim vannak, úgyhogy majd tervezek egy olyan videót, vagy egy olyan élőt, vagy majd megbeszéljük, de akkor már lehet, hogy videóba érdemesebb föltennem. Na szóval, lezárom most már. És igen, amúgy Emil Ajart a podcastben Pav Gergő ajánlotta. És amúgy Péter Finováknak is ez a kedvence, úgyhogy valóságos harc ment, hogy ki ajánlja. De mivel már olyan régen ajánlotta Gergő, hogy lehet, hogy a Péter Finovákat is megkérem, hogy ajánlja most már. Úgyhogy Bojangles tavalyi év kedvence, írjátok, fantasztikus film, ezt tényleg olvassátok el, zseniális. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Tudom, hogy egy csomóan majd utólag néztek vissza, úgyhogy remélem, hogy akkor is hasznos lesz. Bár mindig elmondom, hogy ez egy élő formátum, tehát lehet, hogy kicsit értelmezhetetlen, hogy én itt magyarázok, meg ugye feltöltöm a YouTube-ra, hogy visszakereshető legyen, ugyanakkor ez nem egy YouTube formátum, mert ugye nem látszanak a kommentek. Úgyhogy érdemesebb lenne Facebookon visszanézegetni, de mindig azt kérjétek, hogy legyen fönt YouTube-on, úgyhogy feltöltöm. És a cikket mindjárt, ahogy befejeztük, belinkelem nektek. Köszönöm, hogy voltatok. Találkozunk jövő héten vasárnap a csoportban, hiszen jön az új téma, és a közös könyv is jön, és remélem tetszeni fog, és megint csak a hónap végén majd kidumáljuk. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!